Sziasztok! Ezúttal a Molfehérvár ligás ellenfelét a Bundesligában szereplő SZTFC Köln együttesét mutatjuk be röviden. A Köln német élvonalbeli csapat ráadásul háromszoros német bajnok, igaz legutóbb 1978-ban tudta megnyerni a német bajnokságot. A kölniek hosszú időt térnek vissza Európában, miután a tavalyi bajnokságot a hetedik helyen zárták, ami konferenciáliga selejtező tért a kölniek számára. Legutóbb 2017-ben az Európa Liga csoportkörében vitézkedtek. Az idei bajnokságot remekül kezdte a Köln, hiszen az újonc Sálkála 3-1-re nyert, majd pontot szerzett Lipcsében. A csapat jelenleg 4 ponttal negyedik két meccs után a Bundesligában. A Köln egyétesében azért van jó pár légiós, az örmény Adam Jánon kívül van tunéziai, luxemburgi, két osztrák, egy szlovák, dán, illetve hollandi játékos. Cs. Az egyik legismertebb játékos talán a volt német válogatott Jonas Hector, de azért ismerős lehet a szlovák Andrei Duda, és az osztrák Florian Kainz neve is. Magyar együttes német ellenfél ellen nem olyan régen meccselt, hiszen tavaly az Európa Liga csoportkörében a Ferencváros a Leverkusen ellen játszott két meccset, az idegenbeli 2-1-es eresség után hazai pályán összejött a győzelem a Leverkusen ellen. Azt megelőzően viszont volt egy időszak a 2000-es évek elején, amikor rendszeresen találkozott magyar együttes német csapatokkal, igaz azért kevesebb sikerrel. A Győrt a Stuttgart tudta 6-2-es összesítéssel kiejteni, szintén az Újpestet, annó a Stuttgart tudta búcsúztatni az UEFA kupától. A Ferencváros az UEFA kupa csoportkörében 2004-ben a Sákéval találkozott egy meccsen és kapott ki 2-0-ra Németországban azt megelőzően szintén a Stuttgarthoz volt szerencsénk, ekkor éppen a Ferencváros találkozott a német együttessel, és szenvedett aztán idegenben 2 0 vereséget a hazai 0-0 után. A Debrecen történetének első európai kupa párharca pont egy német csapat ellen, a Wolfsburg ellen volt, és hazai pályán összejött a 2-1-es győzelem, de sajnos a németországi mérkőzést elveszítette 2 0 ra Loki így búcsúzott. De az UEFA kupában volt annó még Honvéd Hamburg, illetve szintén a Honvéd lépett pályára a Bayer Leverkusen ellen. A Stuttgartnak egyébként a 90-es évek elején a Pécshez is volt szerencséje, és akár csak a Győr, az Újpest és a Ferencváros gárdája ellen a Pécs ellen is tovább tudott jutni a Stuttgart. Úgyhogy jöhet az újabb magyar-német felvonás ezúttal a ligában. A tavaly szezonban sem német, sem magyar csapat nem volt ott az LKL főtábláján, idén biztosan ott lesz az egyik, bízunk benne, hogy a Vidi lesz az, de nem a magyar negyedik helyezett az esélyes a Köln ellen. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!